Friss KSH adatok is bizonyítják, hogy nő a magyarok munkanélkülisége. Orbánék továbbra is az alulfizetett vendégmunkát támogatják. Sajnos bekövetkezett, amelyre az árnyék kormány már hónapok óta figyelmeztetett. Miután az Orbán kormány kinyitotta Magyarország kapuit az EU-n kívüli vendégmunkások tízezrei előtt, a KSH friss adatai szerint nőtt a hazai munkanélküliek száma, vagyis egyre több magyar ember veszíti el a munkáját. A Dobrev Klára vezette árnyék kormány meg fogja védeni a magyarok munkahelyét, mert a jól fizetett magyar munkaerőt támogatjuk az alulfizetett vendégmunkával szemben. Az Orbán kormány viszont a dolgozók kizsákmányolására és az olcsó munkaerőre építi a magyar gazdaságot, amellyel csak a nagyvállalatok profitját és a milliárdos elit vagyonát növeli, miközben a magyarok elszegényednek vagy munkanélkülivé válnak. Ezért a Dobrev Klára vezette árnyék kormány szociáldemokrata fordulatra készül a kormányváltás után. Mindenható vállalati profit helyett európai béreket és nyugdíjakat, vendégmunka helyett jól fizetett magyar munkásokat, a milliárdos elit kiszolgálása helyett igazságos Magyarországot akarunk. A magyar dolgozók már most is rosszul keresnek, már most is alig jönnek ki a fizetésükből az áremelések miatt, de már az állásukat is könnyen elveszíthetik az EU-n kívüli vendégmunka hazai arányának növekedése miatt. Ezt bizonyítják a Continental makói gyárában történtek. A nagyvállalat előbb a tapasztalt magyar dolgozókkal tanítatta be a gyárba felvett 150 indonéz vendégmunkást, ezután pedig kirúgta a magyarokat, köztük több mint 20 éve a gyárban dolgozó embereket. Ami Makón történt, az zajlik az egész országban, mert az Orbán kormány megkönnyítette a nagyvállalatok számára az alulfizetett vendégmunkások alkalmazását, akik a fizetésüket hazaküldik, szállást és ellátást kapnak, vállalják a veszélyesebb munkakörülményeket, a hosszabb munkaidőt és a kisebb fizetést. A Dobrev Klára vezette árnyék kormány meg fogja védeni a magyarok munkahelyét, mert a jól fizetett magyar munkaerőt támogatjuk az alulfizetett vendégmunkával szemben. Az Orbán kormány viszont a dolgozók kizsákmányolására és az olcsó munkaerőre építi a magyar gazdaságot, amellyel csak a nagyvállalatok profitját és a milliárdos elit vagyonát növeli, miközben a magyarok elszegényednek vagy munkanélkülivé válnak. Ezért a Dobrev Klára vezette árnyék kormány szociáldemokrata fordulatra készül a kormányváltás után. A mindenható vállalati profit helyett európai béreket és nyugdíjakat, vendégmunka helyett jól fizetett magyar munkásokat, a milliárdos elit kiszolgálása helyett igazságos Magyarországot akarunk.